Üdvözlöm Önöket, én Látó János vagyok, ez pedig az AirTourMix júliusi adása. Egyet már így előjáróban most megígérek, ma sem kell csupán a földről nézni a csodát, vagyis hát a repülést. Úgyhogy javaslom, pattanjunk is bele egy hőlégballon kosarába. A Magyar Hírmondó 1783. novemberi számából idézünk. Franciaországban mostanság némelyek valami némű széllel bélelt, meggyulladható jószágnak elkészítésében törik fejeket. Egy ilyen csinálmánnyal, melynek is Montgolfier úr vala a találója, a múlt hónapnak másodikán tettek volt próbát Versailles-ban a király és a királynénak és az egész királyi familiának jelenlétében. Csinálmány 60 lábnyomnyi magasságú vala, annak kerekségét két egyenlő részre osztó línea pedig 40 lábnyomnyira hosszú. 40 minuta alatt az egész csinálmányt megtöltötték széllel. Mihelyt elvágattak a kötelek, melyekkel le vala kötözve, azonnal mintegy 200 örnyi magasságra felemelkedett, azután napkelet felől széltámadván 27 minuta alatt elszélleszté azt. Végtére Waller von erdőben, a helyen, amely Carrefour Maréchalnak mondatik, leessék. Hozzá kötöttek volt azon csinálmányhoz egy fűzfa vesszőkből font kosarat, belerekesztvén egy kakast, berbécset és récét. A kakast agyonütötte a csinálmány, mikor leesett, de a berbécs és réce minden sérelem nélkül maradott. Kérdés támadván azután ezen csinálmányoknak mi hasznáról. Franklin úr azt az elmés feleletet adá. Uraim, ezen csinálmány most olyan, mint a most született gyermek, amely idővel vagy éppen tökfejű, vagy igen nagy elmélyű lészem. Várjuk meg azért, meddig felnevelkedik. Remélem tetszett. Kovácsunk repülő alkalmatosságot. Sokszor hallottam a pilótáktól, hogy minden szabad, csak a repülőgépet letegezni nem, mert gyakorlat ide, szaktodás oda, az előbb-utóbb megbosszulja magát. Íme néhány példa. We'll be right back.
Láthatták önök is, van, amikor az ultrakönnyű repülés sem annyira ultrakönnyű. Na persze van, akinek az. Rabnes Gábor világbajnok erről mesél most önöknek. Középiskolába kerülve egy osztálytársam olyan pátosszal és elhivatottsággal beszélt a repülésről, hogy engem az fogott meg, hogyha ő barlangász akart volna lenni, vagy hegymászó, akkor én most valószínű az lennék, így viszont repülős lettem. Munkahelyem a Dunajvásban volt az első, és ott kezdtem, mint vitorlázó pilóta. Gyakorlatilag most már 6 éve versenyzek, és az eredményeim, ahogy a technika javult, úgy jöttek egyre jobban. A 60-as években egy Rogaló nevű amerikai mérnök a űreszközöknek a földre történő visszahozatalára fejlesztette ki, illetve találta ki a szerkezetet, és később megszállott molylepkék tulajdonították ki, és lett belőle először csak siklóernyő, majd motorral, sárkányrepülőgép. 100 000 repülőtórára 3 körüli haláleset jut, ami a repülősportok területén igen jónak mondható. Tekintve, hogy kicsi a sebessége, földetéréskor, bármilyen repülési helyzetben, és igen erős szerkezetben ülünk, háromszög alakú csőszerkezetben, minden háromszög alakban végződik, ami tudva levőleg igen erős szerkezet, ezért igen nagy biztonságban vagyunk. Legfontosabb talán a jó készség, navigációs tudás, legyen benne egy kis vitorlázó múltja, és legyen jó idegzete a célleszállások végrehajtásához. A repülősportok keverékéből gyúrták ki, és még mindig képlékeny, még mindig változik ennek a versenyszabályzata. A feladatoknak a 60%-a navigációs feladatokból áll, precíziós vagy relérepülésszerű, egy 20-25% az úgynevezett gazdaságossági, amiből az egyik az időtartalom repülés, és az igazából tiszta vitorlázó repülő feladat. És van egy kombinált, amikor messzire meg gyorsan kell menni, de hát az senkinek soha nem sikerül. Egy rész itt sebességre értékelik, a második felét pedig távolságra, és ki a leggyorsabb és ki a legmesszebb megy, az nyeri ezt a feladatot. De hát ez nagyon nehéz összekombinálni, mert mindig más a gyors, és mindig más az, aki messzire megy. A precíziós pedig úgy kell érteni, hogy van egy 100 méterszer 25 méteres mező, ami felett le kell állítani a motort, majd egy süllyedő spirállal balra vagy jobbra lesüllyedni és leszállni 5 méteres pontossággal, és ezt pontozzák. Gramra kimért üzemanyag, általában 4-5-6 liter, és abból kell minél több időtartamot fennlenni a levegőbe, ami nekünk egyszer Angliában olyan jól sikerült, hogy a rendezők már hálózsákról akartak gondoskodni maguknak. Majdnem 8 órát repült a kollégám, én meg 7 óra 17 percet, 6 liter benzinből, úgyhogy állomotorra repültük ki az 5 órát. És a másik feladat, ami szokott lenni, amikor körülbelül 10-15 liter üzemanyagot adnak, amikor egy meghatározott útvonalon kell gyorsan repülni, és a maradékból pedig minél nagyobb távot repülni. És ennek az értékeléséből jön ki, hogy ki a legjobb. Igazából nincs hol tanulni, csak a versenyeken, illetve egymástól, versenyző társainktól tanulunk, és nekem klubomban nagyon nagy szerencsém van a Dunaferben, hogy a legnagyobb vetélytársam és ellenfelem Túróczi Endre is velem együtt repül, és ugyanilyen szerkezettel körülbelül, mint én. És bizony-bizony egymást kergetjük egyformán, úgyhogy mi nem is a feladatokkal, hanem egymással birkózunk odafönt a versenyeken és a levegőben egyaránt. Például Angliában 6 óra repülés után odamentem 20 méterre tőle, és láttam, hogy 5 liter van még mindig a tankjában, amikor nekem csak 4,5, már megint tudtam, hogy megvert. Ez a motor egy 4-ütőn motor, kifejezetten a Rotax cég a versenyzésben szereplő pilóták részére gyártja, nincs belőle a világon 100 darab,
és utazó sebesség 70-80 km per óra mellett óránként 4 literes fogyasztással képes vagyok repülni vele. A legnagyobb verseny szeptemberben lesz, talán életem legnagyobb versenye lesz. Az első ízben megrendezésre kerülő világ légi játékok Törökországban, Aydin városában, ahol igen nagy mezőnybe kell újra bizonyítanom. Már korábban is említettük, az idén Törökországban rendezik meg szeptemberben az első légi olimpiát, amelyen természetesen szép számmal vesznek majd részt magyar sportolók is. A motoros műrepülő válogatott már az új Su-26-os típusú versenygépével gyakorol, amelyet 100 alajos mutat most be önöknek. Meg 1986-ban kezdtem el műrepülni, és akkor is már elég nehéz volt a utánpótlás helyzete, és szerencsésen rögtön bekerültem a válogatott keretbe, és gyakorlatilag 87 óta műrepülő válogatott kerettag vagyok. Ez a repülőszövetségnek a legújabb szerzeménye. Hát én személy szerint már 90 óta próbálkoztam Suhoyt szerezni, de akkor éppen nem sikerült. Most szerencsére a Verez Zoli addig szerveskedett, amíg sikerült egy Suhoyt szerezni. Szerintem most ez a legjobb repülőgép a méreteinél és a légi mozgásánál fogva versenycélra is, meg show repülésre is. A maximális sebessége 450 km per óra, egy 9 hengeres, majdnem 11 liter hengerűrtartalmú csillagmotor van benne, aminek 360 lóerő a teljesítménye, és egy háromágú műbaj légcsavar próbálja vinni a levegőben. Egy nagyon gyors a orsózó képessége, egy másodpercen belül megcsinál egy orsót. Nagyon kellemesek a repülési tulajdonságai. Ez valahogy ilyen ötvözése azoknak a repülőgépeknek, amikkel eddig repültem. Úgy érzi az ember benne, mintha a repülőgép magától akarna repülni, éppen csak segíteni kell, hogy arra menjen, amerre akar. Sajnos a magyar műrepülő életnek a élvonal az nagyon lecsökkent, összesen hárman versenyzünk az utóbbi években. A Bessenyei Péter, Verez Zoltán és jó magam légi olimpia lesz Antaljába, és egyben, mivel soron következő Európa-bajnokság lenne, Európa-bajnokság is lett. Most még az elején vagyunk a felkészülésnek, és elsősorban a géppel ismerkedünk, és próbáljuk azt a szintű repülést megtanulni vele, amivel már programot is lehet repülni. Én még személy szerint nem tartok ott, mert ezért meg kell barátkozni a repülőgép, hogy mindig azt csinálja, amit én szeretnék. Rendszeresen minden nap tudunk repülni, amikor a munka, meg az időjárás, meg egyéb körülmények lehetővé teszik, és figyeljük egymást, próbálunk egymásnak segíteni a Verez Zoli barátommal. Nekem ez egy természetes dolog, mert gyerekkorom óta repüléssel foglalkozott, és amíg lehet, addig ezt szeretném is űzni.
Az idén is megrendezték a Párizs melletti Robus repülőtéren a világhírű repülőgép kiállítást és vását. Erről Pán János operatőr hozott nekünk egy összeállítást. A változékony időjárás sem zavarta meg az idei legnagyobb repülőbemutatót, a Párizs Le Bourget-n rendezett szalont. Az Airbus a 319-es és 340-es típusait hozta el a kiállításra. A konzorcium már egy 600 üléses utasgép fejlesztésén dolgozik. A Falcon elegáns 900-as és 2000-es típusa változatlanul igen népszerű az üzletemberek körében. A regionális repülésben erősen érdekelt Indonézia repülőiparát a válszárnyas turbó légcsavaros IPTN 250-es képviselte. A brazil Embraer cég 145-ös modelljével a regionális és business jet kategóriában is várja leendő vásárlóit. Az immár Boeing kézben levő McDonnell Douglas nyerte meg a kiöregedett Starlifterek és Galaxy pótlására kiírt tendert. Már a C-17-es lett az amerikai légierő szállítógépe. És itt egy oldtimer, az angolok Nimrodja. A Dassault vállalat jelenléte volt a legerősebb a szalonon. A leglátványosabb francia bemutatót a Rafale repülte. A franciák egyik kedvence a Tiger helikopter. A kiállítás tárgyai a Szuhoyok voltak. A Su-37-es után a Su-32-es is parádés programot repült. Az orosz pilóta több lélegzet elállító kissebességű figurát mutatott be, a legendás Kobrát is. Az egyetlen magyar résztvevő Besenyei Péter, a Nemzetközi Repülőszövetség műrepülő világkupája a World Grand Prix élő reklámjaként szerepelt. Most pedig nézzenek meg egy kis ízelítőt a világ egyik leghíresebb műrepülő kötelékének jubileumi filmjéből, amelyet hamarosan teljes egészében bemutatunk majd önöknek. Ez a Patrouille de France.
Óriási örömmel tapasztaljuk, hogy növekszik a népszerűsége műsorunknak. Ezt tudhatjuk a hozzánk érkezett levelek számából és kedvességéből. Nézzék csak! Ennyi volt, ami a múltkori kérdésünkre megfejtésként érkezett. Ebből húzom most ki azt a szerencsést, aki Besenyei Péter motoros műrepülő világbajnokkal költhet el egy remek vacsorát a Jet Station pubba, ahogy azt korábban ígértük. Na nézzük, hogy kinek kedvez a szerencse. A szerencsés nyertes Horváth Levente érdi nézőnk. Maradjunk a rejtvénynél, mert kérdésünk most is lesz, és a helyes választ beküldők között két szerencsés nyertes is kisorsolunk majd. Az egyik a Magyar Repülőszövetség emblémájával ellátott karórát kapja, a másik pedig egy éves előfizetést nyer a Pilóta újságra. Kérdésünk a következő, hol rendezik idén az első légi olimpiát? A válaszokat a Repülőszövetség címére várjuk. Magyar Repülőszövetség Budapest, 1450, postafiók 21. Találkozunk augusztusban, addig is minden jót a viszontlátásra.